kollégánk Fábián is, és Karcsi. Jó reggelt! Az nagyon jó dolog egyébként, hogyha a mi szakmánkban, akik mindig stúdióban vannak, vagy többnyire ott vannak, megmutatják jó, azt, hogy... Jó, stúdió, vagy nyáron hűtött stúdióban. Így van, így van. De légkondi és... azért tud károkat okozni, na nagyon irigykedj. De nem, hogy néha megmutatjuk azt, aki esetleg így nem tudná, hogy másra is képesek vagyunk, mondjuk egy jó riportnak az összerakására, és ebben most ugye András hát próbál jeleskedni, ugye? Jó reggelt. Azért a próbát beszúrta a próbál jeleskedni. Igen. De nem, de most viccen kívül, amikor én megnéztem, én megkönnyeztem a végét. Tehát hát ez kellett a zenei is nyilván. Gyuriról szól, aki 39 évig dolgozott a Rudasban. Egy kabinosról szól, igen, egy nagyon karakteres, jellegzetes figuráról. Ugye a Rudasnak van női öltözője, meg férfi öltözője, mint általában a fürdőknek, és a Gyurit a férfiak ismerik, mert a férfi öltözőnek volt egy ilyen jeles, ikonikus alakja. És én valahányszor voltam a Rudasban, én nem vagyok nagy Rudas látogató, én egyszer-kétszer járok egy évbe, és akkor valamiért mindig ő volt beosztva. És amikor én jöttem, akkor ott volt a Gyuri, akkor pletykáltunk, akkor egyre jobb kabinokat kaptam, egyre a főutcán vannak, a főutca és mellékutca ott a kabinsoron, és mindig is egyszer csak nem volt ott a Gyuri. És kérdeztem, mi van a Gyurival, és mondták, hogy jövő héten nyugdíjba megy, és akkor innen eldöntöttem, hogy ha valaki egy ilyen ikonikus figura elmegy nyugdíjba, akkor azt megpróbálom leforgatni. Én kíváncsi voltam, milyen egy ember utolsó munkanapja. Hát ott nagyon szép. Tényleg szép szívszorító. Igen. Pedig mennyire hozzátartozik az élethez, hogy az ember dolgozik valahol, aztán utána ennek vége szakad. És pláne a tévéseknél ez, mi gyakran ugye vándorlunk innen-onnan, ide-oda, nem vagyunk ennyire hűségesek, igen. Meg a munkahelyünk is sokszor hűséges hozzánk, és azért ilyen furcsa látni valakit, hogy közel 40 vagy majdnem 40 év az első munkahelyén leszolgálja, és onnan megy nyugdíjba. Tehát szóval... arról beszéltetek, hogy neki így ez volt az álma, hogy kabinos legyen, vagy ez hogy jött? Ez úgy jött, mint általában az embereknek így jönnek, valaki ajánl, valaki egy fűtő egy beajánlotta őt a Rudasba, mert Feri bácsinak hívják a fűtőt, még a mai napig ott dolgozik, mert van 3 hónap a később egy megy nyugdíjba, mint akit beajánlott Gyuri, úgyhogy vitt is neki egy üveg bort, ezt majd lehet látni a filmben. Különben ez egy ilyen karácsonyi adás lesz, és tényleg nem azért jöttem, hogy a saját filmemet promózzam mindössze, hanem az, hogy szenteste is lesz napló. Uh-huh. A naplósok dolgoznak, nem úgy, mint a reggeli műsorvezető. Hát de figyelj, ez nem a mi döntésünk, azért azt hadd mondjuk, én nagyon szívesen bejönnék műsort vezetni, csak szerintem vendég nem csak lenne. Tukolok, persze. És be kijönne be reggeli. És elég régóta készülünk erre az adásra, ilyen szép, szívet és lelket melengető történetekkel. Most éppen lehet látni Gyulát, László Gyulát, a labda zsonglőrt, Dézsi Zoli talált rá erre az emberre. Különben soha ennyien nem adakoztak teljesen maguktól az emberek, elképesztő dolgokat küldtek Gyulának. A filmet 2 millióan nézték meg a különböző Facebook és YouTube csatornákon, tehát nem csak ugye az ATV direkt műsorra számít, hanem a különböző letöltések is, ezt elég pontosan tudjuk követni. Tehát elképesztő letöltése volt a labdazsongőrnek, és most újra lelátogattunk hozzá, már van fűtése, pontosabban van egy kályhája, vannak ablakok a házán. Ez Csenyétét is lehetett látni, Török Réka volt Csenyétén, visszamentünk ilyen nagy ikonikus helyszíneinkre. Ja. Csenyéte az egy elképesztő hely. Tényleg ilyen Dél-India alsó, tehát láttátok a Lotto Milliomos című filmet, gondolom mindenki. Tehát hogy éppenséggel a Lotto Milliomos, az Indiában játszódó Lotto Milliomos Csenyétén is simán le lehetne forgatni. Az ember nem tudja elképzelni, hogy mekkora, mint ez az asztal, ekkora kaibákban élnek. Nem emberek, hanem családok, gyerekek, kisgyerekek, 2-3 gyerek, és tehát nem tudjuk elképzelni, hogy alszanak egymás egyén hátán, hogy. Tehát, hogy ez hogy lehet fűtés nélkül, nyilázárok nélkül, ablakok, ajtók nélkül, tehát, hogy, és újra lelátogattunk egy hatalmas teherautónyi adománnyal, csokoládékkal, élelmiszerekkel, úgyhogy nagy öröm volt Csenyéten. Csak mondtad, hogy vannak sztorik, amikhez most visszatértetek, de amikor ültök egy értekezleten, és mondják neked a Réka, a Zoli, a többiek a témákat, akkor mire mondod azt, hogy na, ez biztos csináljuk meg? Mi a Vujics, tehát amit a Vujics Frutko mond, az biztos megcsinálják.
Nem feltétlenül külön, mert nagy viták vannak, meg nagyon nehéz erre ilyen exakt választ adni. Az ember megérzés. Ennyi... Megérzés. Uh-huh. Megérzés. Tehát ugye nekünk nagyon fontos... Vagy, jó vagy. Két nem? dolog fontos ugye a televíziózásban. Az egyik az, hogy... Köszönöm szépen, igen. Hogy, ez, hogy megnézze, hogy fontos... Tehát legalább azt érezzük, hogy fontos dolgot csinálunk, és tényleg vannak fontos dolgok, vannak jó témák, amikhez hozzájön. De azért az is nagyon fontos, nem csak... presztízs kérdés, hanem szinte egzisztenciális kérdés is, hogy azt sokan meg is nézzék. Tehát ugye úgy kell felépíteni egy műsort, hogy elindul az ember egy jó témával, utána azt kövesse egy másik típusú téma, de ne hagyják el addig a csatornát és a műsort, és ott ragadjanak a harmadik témához, de a negyedik téma, amit általában agyba főbe politikát promózunk. Politikát néznek, vagy emberi történetet néznek? Mind a kettőt néznek. Ugye pontosan lehet azt, nagyjából ugye a választások közelettével az embereket jobban vonza a politika, a politika ilyenkor érdekli az embereket, a választások után körülbelül egy évig viszont tele van vele a hócipőjük, és nem akarnak politikát nézni, tehát hogy ezt nagyjából így kell követni, mikor kell a politika, mikor kell emberi történet. Ugye az emberi történetekkel meg kell, vigyázni kell, mert nagyon hajlamos az emberi, vagy gicses sé varázsolni ezt a történetet, vagy pedig ugye, hogyha nagyon sok betegséget, meg nélkülözést, meg bajt mutatunk, akkor azt mondják az emberek, hogy erre se vagyunk kíváncsiak, ez se. Tehát, hogy ezt is jó érzéssel, vagy jó ízléssel kell hozzányúlni. Hogyan értékeled a heti naplónak az elmúlt időszakát? Én nagyon jól. Tehát én azt gondolom, hogy életem talán legnagyobb sikere, nem a napló indítása 10x évvel ezelőtt, hanem a heti napló újraindítása. Mert sokkal nagyobb kockázat volt. És mert annak idején elindítani egy műsort, szinte a biztosra mentünk. Tudtuk a receptet, tudtuk azt, hogy mivel lehet egy olyan műsort elindítani, amit az emberek majd kedvelni fognak. De egy naplót újraindítani, vagy pontosabban egy műsort újraindítani, az hatalmas nagy kockázat. El lehetett volna perecelni, és nagyon ideges is voltam az első időszakban. Tényleg feszült voltam, hogy hogyan fogják ezt az emberek fogadni. Nem csak engem, hanem magát a műsort, vagy a műsortípus, de engem is, tehát ugye ennek is volt kockázata, és nagyon jó érzés volt azt látni, és tényleg tehát szívet melengetően jó érzés, hogy nem csak, hogy elfogadták az emberek, de azt látom, hogy hétről hétre várják is ezt a műsort. Abszolút. És te hogy érezted magad most, hogy a stúdió világából kiléptél a terepre? Ez nem annyira ritka, tehát én azért időnként... Jó, most hány riportot csináltál, mióta itt van heti négyet. Napról? Ez már negyedik. De szeretnék többet pont és négyet, többet. Mint amennyit te csináltál, mióta is stúdióban ülsz. De itt a startban mit csináljak? Szerintem ajánlsz egy jó témát. Gyere a naplóban. Heti napló, ez egy nyitott műsor. Tehát most arra ugye, még el sem indult, amíg itt sem voltam, akkor mondtam a Hajdú Péternek, hogy ha úgy gondoljátok, szívesen csinálok. Hát én fantasztikus riporter vagyok. Igen? Egyszerűen megvizet. Bizonyítsd. Kedemes ünnepeket. Nincs kedved? Nincs kedved? Egyébként én megmondhatom remélem 168-ra, mert imádtam riportokat írni, csak Igen. Gratulálunk, köszönjük szépen. És köszönöm, boldog karácsony nektek. Ugyanúgy kerül adásba, ahogy megszokhatták a nézők. Persze, tehát szenteste este 7-kor ez itt az ATV-n már fix, hogyha vasárnapra esnek az ünnepek, akkor is. Kivéve a szilveszter, tehát annyira humorosak nem tudunk lenni, hogy ugye szilveszter az emberek tömény humorra nyitottak, azt nem vállaltuk be, de minden ünnepnapon itt leszünk a vasárnap. Miért nézel rám? Nem, szerkesztő beszél a fülemre, meg időt. Hogy már túl beszéltünk. Túl beszéltünk, boldog karácsony nektek is, meg a nézők. Átadjuk a szót gyorsan.